Katonai tiszteletadás Répási Mihály kemecsei születésű honvédtábornok sírjánál, a Kemecsei Kegyeleti Emlékparkban. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 175. valamint Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóján Kossuth szobrának megkoszorúzása után itt gyűltek össze a megemlékezők. Lipők Sándor polgármester köszöntőjében felidézte, hogy éppen 10 évvel ezelőtt járt Navracsics Tibor Kemecsén, amikor a rendkívüli időjárás miatt a miniszter csak a polgármesteri hivatalban tudta megtartani ünnepi beszédét. Akkor miniszter úr ígéretet tett, hogy az elmaradt köszöntést pótolni fogja, és legyünk szívesek jelezni ennek időpontját. Mi jeleztük, és mint látható, 10 év után ismét együtt vagyunk, és reméljük, hogy az ünnepet meg is tudjuk most tartani. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter beszédében a márciusi ifjak és a mai utódok között van párhuzamot, és megállapította, 175 évvel ezelőtt magasra tették elődeink a mércét. Nekünk nem kellett akkora áldozatot vállalni, és miközben ez persze szerencse, hiszen meg tudtuk óvni saját magunk és szeretteink életét, de felvetődik a kérdés, hogy a mai nemzedék tudna-e vállalni akkora áldozatot, mint amit 1848-49 nemzedéke vállalt. Azok az értékek, a szabadság, a demokrácia, a függetlenség jelentenek-e még olyan hívószót az országban, vagy akár itt Kemecsén is, hogy nemzeti hősök tömegei jelentkezzenek, áldozzák fel életüket, áldozzák fel biztonságukat, és akár a túlerővel szemben is harcba szállva őrizzék meg, vagy próbálják megőrizni függetlenségünket. Sezták Miklós, a térség országgyűlési képviselője rámutatott, hogy az 1848-as év kiemelkedő esztendő a magyar történelem és a magyar nemzeti öntudat kialakulásának szempontjából. 1848 a nemzet magára találásának az éve. 1848 az összefogás, a szabadságvágy éve. 1848 hősei büszke magyarok voltak, akiknek akaratát összekovácsolta, erejüket megsokszorozta az a tudat, hogy nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Ők tetteikkel bizonyították, hogy bár egynek minden nehéz, de sokaknak semmi sem lehetetlen. A nemzet összetartásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi forrásunk. Sezták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, a 48-49-es események történelmi tanulsága fontos üzenetet hordoz a jelenkori generáció számára is. Egy nagyon szép hagyomány. Ebből látszik, hogy 48-49 egy nagyon a magyar nép lelkéből fakadó ünnep, és mindenki magának érezheti pártállástól, világnézettől függetlenül, és ez így is van. Olyan gazdag a jelentéstartalma, hogy mindenki magának érezheti, és állandóan fejlődik és alakul ez az ünnep. Eznek élő példája a Kemecse, hiszen az újratöltés óta rendszeresen itt tartják, ha esik, ha fúj ezt a nagyon szép ünnepet, és hát örülök, hogy újra részesei lehetünk ennek az ünnepnek, itt már a vármegyei önkormányzat részéről. Az eseményen a Magyar Sajtónapja alkalmából a hiteles tájékoztatásért vármegyei kitüntetésben részesült Nyéki Zsolt, a Kelet-Magyarország főszerkesztője. Az ünnepségen a Kemecsei Arany János Református Általános Iskola tanulói is közreműködtek. Rabok voltunk mostanáig, kározottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Csahonnai bitangember, ki most...